A Füzéradványi Károlyi Kastély a maga neoreneszánsz romantikus jegyeivel minden kétséget kizáróan a Zemplén egyik legszebb kastélya. Az épület 16 hektáros különleges angol parkja, évtizedek óta természetvédelmi terület, az ország legnagyobb fáival. Bészabó Veronika okleveles építészmérnök, a megújulás vezető tervezője mesél arról a folyamatról, amelynek eredményeképpen ma a kastély kiállító termeibe nyerhetnek bepillantást az érdeklődők. Hadd legyen egy rövid kérdésem. Ki járt már Füzéradányban? Ó, nagyszerű. Be kell valljam őszintén, hogy én akkor jártam először Füzéradványban, amikor kiderült, hogy ezt a munkát megnyertük és meg kell csinálni. Úgyhogy akkor kezdtem el ismerkedni az épülettel, és mivel akkor még eléggé romos állapotban volt a belseje, és nem volt minden ajtó és nyílás átjárató, ezért bizony az elején még el is tévedtünk benne többször. Biztosan tudjátok, hogy tudják, hogy a kastélyprogram egyik eleme a Füzéradványi Károlyi Kastély, amit már át is adtak, tehát a felújítás már megtörtént, és hát ma már látogatható az épület. Hozzá kell tenni, hogy korábban is egy része látogatható volt, és sajnos a mai állapotja sem a 100%-os felújítást eredményezte, hanem gyakorlatilag az épület kívül, belül nem egyformán lett felújítva, a belsejében egy bizonyos részei még nem lettek felújítva. De majd, hogyha oda jutunk, akkor mesélek erről is. Ez egy olyan kép, a nyitóképem, amely a Füzéradványi Károlyi Kastélynak a akkori időszakából készült, amikor még nem volt kastélyszálló. Akkor, aki már volt ott, az tudja, hogy valóban ott nagyon az északi csücsökben van, északi sarkon van. Pillanat, néhány kilométerre már ott van Szlovákia, és a kastélypark egy kicsit rosszul látszik, de talán tudom azért mutatni, és ebben egy picit tanácsra vagyok, hogy ezt hogy kell elindítanom. Nem? A lézert azt hogy kell beindítanom, ne haragudjatok, ezt mutasd meg. Ja, hát megvan közben. Tehát ezt már láttuk, ezt a diát, és akkor mutatnám, hogy gyakorlatilag egy 170 hektáros kastélypark övezte valamikor a, tehát ez volt maga a birtok, aminek része volt természetesen a falu is, és itt volt egy olyan épület, ami egy fordított F alakú, és még volt egy szárnya is, amit sajnos a háború alatt már le kellett bontani, illetve a kastélypark bizonyos részeiben elég rosszul látszik sajnos ezen a dián, vannak olyan melléképületek, amiket ugye mindenféle funkciókra használtak. Mi gyakorlatilag ebben a fázisban, ebben a tervezési fázisban a kastéllyal magával, kastély felújításával és ezzel a mag területtel foglalkoztunk, tehát kertészetileg ezt a területet tettük rendbe. Hozzá kell tenni, hogy korábban azt a 16 hektárt, ami közvetlenül a kastély körül van, azt egy KEO pályázat keretében már Alföldi György vezérletével korábban rendbe tették. Tehát elég furcsa ilyenkor, amikor az épület később kerül felújításra. A kastély építése már az 1580-as években elkezdődött, akkor még Rétei Péter volt az építető. Ez elég, nem épült ki sose, csak ilyen kis késő reneszánsz kúria, villaszerű épület volt. Aztán utána visszakerült gyakorlatilag a kamarához, majd Károlyi László kapta meg adományul, tehát a Károlyi család zálogbirtokosai használták egészen a 18. századig, és 1750-1850 között jelentős átalakításokon esett át az épület. Ekkoriban a kastély nem szolgált reprezentatív célokat, inkább csak uradalmi központként szolgált. A korai kastély a többszöri jelentés átalakítások ellenére is körülbelül a 19. század közepéig fennállt, és ekkor gróf Károlyi Ede
az ő nevét érdemes megjegyezni, majd mutatok róla a diát. Gróf Károly Ede kezdte el Ybl Miklossal együtt átépíteni az épületet. Ez azért nem úgy ment, mint manapság, hogy Ybl megkapja a tervezési megbízást, megrajzolja összes felújítási tervet, alaprajzokat, metszeteket, homlokzatokat és csomópontokat konszignációkkal együtt, hanem úgy zajlott, mint egy tervezői művezetés, meghívta Károly Ede Ybl Miklóst a kastélyba, néhány napig vendégül látta, sokat borozgattak esténként, beszélgettek, rajzolt, még skiccelt is a mester, aztán utána fölrakta őt a vonatra, menjen haza csak Budapestre, és utána Károly Ede azt épített, amit ő gondolt. Tehát, hogy ez így ment annak idején, de azért nyilván Ybl kezenyoma látszik azokon az épület részeken, amik még megmaradtak ebben az állapotban. Sajnos egy jelentős részét átépítették az Ybl korabeli szájnak, majd erről is fogok mutatni diát. Tehát az új alaprajzú kastélyt, ugye Károly Ede kezdte elépíteni, ami aztán F alaprajzúra bővült, és kapott még egy istállószárnyat is, amit, mint mondtam, le kellett bontani a háború alatt. Az Ede korában gyakorlatilag szinte valamennyi korábbi épületszerkezetet elbontottak. Azon is vita volt sokáig, hogy csak a pincelfödémig bontottak-e vissza, vagy még tovább. Utóbb a fal kutató restaurátorok kiderítették, ugye a különböző tégla méretekből, habarcsanyagából, hogy bizony ez teljesen földig vissza volt bontva. Ma a kastélynak egy pici részében, egy pici pince szintjén, még alapfalak szintjén megtalálható a korábbi építménynek egy szelete, egy darabja, amit eredetileg bemutatásra szántak, de végül is a bemutatás elmaradt. Ma gyakorlatilag egy zárt területen van, nem látogatható területen van. Károly Ede természetesen Ybl Miklós után még Citterbach Jánossal is tovább építette az épületet, ekkor épült a tornya, és itt néhány életképet látunk ugye a Károly Ede korából, amikor itt a látható, ez a torony akkor épült, amikor a Citterbach közreműködött már. Itt még a déli szárnya az épületnek háromszintes, következő diákon majd már nem lesz ennyi, és hát nem is tudom, itt ez csak érdekességképpen raktuk be ezt a régi térképet, hogy látszódjon, hogy milyen melléképítmények voltak itt már a kastély körül akkor is. Ugye a kastély, mivel egy uradalmi birtok volt, ezért gazdasági területek is tartoztak hozzá. Itt például mai napig megvan egy gyönyörű almás kert, különböző fajta ősi almafákkal, amit folyamatosan újítanak föl, hogy megmaradjon a termőképességük. Ehhez tartozott persze régen aszalóház, üvegház, téli kert, gazdasági épületek, uradalmi épület és így tovább. Ezen a dián is még látható, hogy ez az épületszárny, a déli épületszárny háromszintes, és itt még olyan manzertető van rajta, ami ma már csak az északi szárnyon látható, illetve akkor már kialakul ez a gyönyörű, nyitott lodzsás, három tagozatú károlyi címerrel megkoronázott épület fő tengely, vagy főbejárat, akkor még kocsi felhajtóval, és ha tovább megyünk, akkor egyszer csak, itt még mindig háromszintes, egyszer csak azt látjuk, hogy már eltűntek az Ybl korából származó tetőablakok, és egy egész másfajta tető kerül rá, és bizony ez a szárny, azért, mert a grófné úgy gondolta, hogy túl alacsonyak a bálmagasságok a belső terekben, három szintből kétszintessé válik. Tehát az összes fedélmet kicserélik, és teljesen átépítik a homlokzatot is. Hát ezek azok az elemek, amikkel mi a felújítás során foglalkoztunk. Szerintem erre most nem térek ki, inkább mennék tovább. Ebben az állapotban találtuk mi az épületet.
Szerintem lehet, hogy nem jön még a következő dián. Amikor először voltam Füzéladnál, akkor ezt a diát sikerült készíteni. Amit látunk, hogy a nyitott lodzsa az beüvegeződött egy elég csúnya és hőhidas szerkezettel. Ezek a folyosó részek már korábban is be voltak üvegezve, és itt még az északi szárnyon, ami igen romos és rossz állapotban van, itt még látjuk íbből kezenyomát. A déli szárny ekkor már 2002-ben felújításra került. A földszintjén múzeum működött, az emelete nem volt látogatható, és hát ezen a homlokzaton, bár felújítódott ez is 2002-ben, egyáltalán nem látszott a felújítás nyoma se. Ők az építőink, Károly Ede, aki meséltem, hogy ugye Ibbüllel dolgozott együtt, az ő fia volt Károlyi László, aki gyakorlatilag már vadászkastélyként használta ezt az épületet, tehát nem állandóan lakott ott, de rendszeresen látogatta, és az ő idejében megint hozzáértem valószínűleg a Tecspathoz, elnézést. Az ő idejében alakították át ezt a bizonyos déli szárnyat, méghozzá Albert Pio bécsi építész közreműködésével. Ugye a baj csak az, hogy ahogy múlik a történet, és szeletelődik a birtok, egyre több Károlyi van ugye, akinek valamilyen módon életben kell maradni és fenn kell tartani a gazdaságot, kiderül, hogy ez az épület így fenntarthatatlan. És ezért Károlyi László fia, Károlyi István és az ő neje, Windisch Grécz Mária kitalálják, hogy legyen kastélyszálló belőle. És akkor ezt meg is csinálják, ezt a kastélyszállót. Egyébként László nem nagyon örült neki, hogy kastélyszállót akar benne a fia csinálni. Ezek is még régi, szép diák, csak azért, hogy lássuk, hogy milyen hangulata volt ennek az egész építménynek. Ugye a kastélyszálló az 1936-38 között építik át kastélyszállóvá, és 10 évig működik kastélyszállóként, de közben már ugye van egy második világháború is, ami hát nyilván nem tett jót. Az elején iszonyatosan szerették a pesti népek ezt a kastélyszállót, tehát nagyon nagy respektje volt. Persze megtették hozzá a PR-t, mert meghívták a nagymenő újságírókat és újságíró nőket, akik a polgári lapokban fantasztikus cikkeket írtak, hogy milyen klassz itt Füzéradványon. Gyakorlatilag mindent megtettek annak érdekében a tulajdonosok, hogy a károlyak, hogy jól érezzék magukat a vendégek, ne unatkozzanak, lehetett golfozni, teniszezni, fürdeni, lehetett kocsikázni, télen szánkóval menni, vadászni. Tehát elég sok minden dolgot lehetett itt csinálni, egyáltalán társasági életet élni. Éppen ezért, tehát mindent átalakítottak a kertben, az összes melléképületből vendégszállást csináltak, tehát az összes gazdasági épületet átépítették vendégszállásnak, mert hiszen a kastélyban nem volt annyi hely, hogy igazán rentábilisan és nagy mennyiségű vendéget tudjanak fogadni. A kastélynak a középső szárnyát, tehát a keleti szárnyát is alakították át, annak is az emeleti részét vendégszobáknak. Gyakorlatilag akkor kiépítenek egy belső folyosót, hogy ne a külső nyitott árkádok alatt kelljen megközelíteni a szobákat, hanem egy belső folyosót alakítanak ki nagyon érdekes ilyen üreges gipsz falakkal, válaszfalakkal, ami persze elég jelentősen túlterhelte azt a poros üvegfödémet, amit ugye beépítettek annak idején. Tehát, hogy és felszeretelték a szobákat, csináltak apartmanokat ezekből a nagy terekből. Ilyen volt kastélyszálló idejében. Ezek a elég jól, fotókkal elég jól dokumentált volt a kastélyszálló kora. Gyakorlatilag azt kell még tudni, és ezt elfejtettem az előbb mondani,
hogy a károlyiak nagyon szerettek másodlagos felhasználású építési elemeket, vagy belső építészeti elemeket összevásárolni Firenzébe, Párizsba, mindenfelé, ahol jártak. Például vettek vörös márvány faragott kőkeretet, vagy vettek szintén vörös márvány, csak egy másik kőbányából származó ilyen csavart oszlopokat. Egyébként ilyen van a Budapesten is, a Károlyi Palotában, a Károlyi Csekonis Palotában, amit most alakítottak át a Károlyi Gáspár Egyetem kampuszává. Valószínűleg annak a testvérei, ez a kettő darabit. Tehát ezeket így Ones Zsinór beépítették, csináltak neki akkora lábazatot, hogy elég magasra fölérjen, és így tovább. Tehát, hogy egyébként az egyik legrangosabb eleme, remélem, hogy lesz arról fotóm, egy olyan reneszánsz ajtó, aminek a fal két oldalán két különböző ajtónak a faragott reneszánsz kerete van, és az ajtólap, a fa ajtólap a legrégebbi, szuette, és nagyon kellett vigyázni az építés során, hogy restaurátorok képségben meg tudják menteni. Ma ez látható volt, de semmi köze a házhoz, csak belerakták, mert tetszett neki. Ugyanez van egyébként a kandallókkal is, hogy ez a kandalló, ez a nagy ebédlő kandalló, van olyan fotó, amikor még nincs rajta, ez a felső kőelem, ami egyáltalán nem volt a kandalló tartozéka, ezt a kandallót egybe vették meg, de rátétet azt valamikor néhány évvel később rakták le, ezért a különböző fotókon mindig másképp és másképp jelentek meg ezek a belső terek. És mindig lehet rajta vitatkozni, hogy akkor hogy is volt. Ugye ez már a kastélyszálló ideje, amikor ezt rendezték meg nagy ebédlőnek, itt folytak esténként a társaság élet eseményei. Ő a könyvtár szoba, erről a fotóról tudtuk azt megállapítani, hogy ő az egyetlen festett szobája egyébként a kastélynak, ez is egy patronált minta, tehát nem valami egyedi minta, hanem ugyanaz a patromintát rakják ilyenkor a falra és festik át más színnel. Tehát nem volt egyébként más díszítő festés a kastélyban, mondjuk a Bajnai kastéllyal ellentétben, ami viszont agyon van díszítve. A női budoár, tehát a grófnői rezidencia, ez nagyon érdekes módon működött a kastély annak idején. Ugye ez a grófúrnak a fogadószobája, vagy dolgozószobája, a grófúr hálószobája, ez a csavart oszlopos terem, ugye a fogadó rész. Ez viszont már a grófnőnek a márványfürdője, és ez minden túlélt. Még azt is túlélte, hogy a háború után ugye ebből tüdőszanatórium lett, és a kórház időszakban eléggé rendesen lelakták a házat, és alakították át a belső tereit. A grófnői és a grófi fürdőszoba megmaradt mind a kettő. Picit töredezett, picit ki kellett egészíteni, de egész jó állapotban van ahhoz képest. És van egy márvány folyosónk, egyébként ez a tér, ez itt a főlépcsőház, egy fallépcsőház van, laterna lámpával, amit itt ezek alapján, a fotók alapján lehetett visszaállítani eredeti pompájában, mert ugye nem maradt meg. Széthordják egyébként a bútorok nagy részét, egy része a Sárospatakra kerül a várba, azokat szerencsére sikerült visszakérnünk, illetve a károlyiak is jelentős adománnyal segítették az újranyitást, tehát eredeti festményeket, amik ebben a kastélyban voltak, illetve eredeti bútordarabokat is a Károlyi László, aki most Fóton él és már elmúlt 90 éves, adott vissza a Füzéradványi kastély számára, hogy bemutatható legyen, minél teljesebb belső interjúrt tudjunk csinálni. Tehát a kastélynak a déli szárnya, a déli szárnyának a földszintjén a gróf úr, az emeletén a grófné asszonyság lakott, de időnként a vendégeket beengedték magukhoz látogatóba. Bridgelni egyébként ezen a márvány folyosón, bocsánat, elnézést, ezen a márvány folyosón bridgeltek. Itt már nem látszik, itt van egy nagyon jó kis eredeti fa bárpult, tehát esténként itt jöttek össze, és itt kotelkáltak. Hozzá kell tegyem, hogy még a PR-hoz tartozik az is, hogy több filmet is forgattak, Karádi Katalinnal is forgattak itt filmeket, amik még ma is láthatók, és egyébként a kiállítás tárgyát is képezik, úgyhogy érdemes elmenni megnézni.
És akkor még egy gazdasági udvar felüli fotót mutatok, ahol ez az istálló szárny, ami megsemmisült, ő az oranzseri háta feneke, ez pedig az északi gazdasági szárny, ahol a konyha volt, meg a szolgálók laktak a felsőbb szinteken elég nyomorúságos épület részekben. Ugye a kastély még a felújítás előtti állapotjában, amit mondtam, hogy ugye egy ilyen fordított F alakú kastély, ő a déli szárny, ebben lakott ugye grófné és grófuram. Ennek az északi, vagy a keleti szárnynak az emelete volt átalakítva a kastélyszállónak, az alsó részeken voltak a Hubertus terem, a nagy ebédlő és egyéb kiszolgálóterek, a torony és a terasz az látogatható volt. Oranzseri, ugye ez a kastélyokban általában szokványos oranzserit építeni, és minden bizonnyal ez az épületrész volt a kápolnája a kastélynak. És akkor kicsit gyorsítok, ez az F szárny van a belső udvar, ez a díszudvar, két gyönyörű, hatalmas platánfával, és ide néz a kápolna homlokzata. Hozzá kell tegyük, hogy ez a kápolna is például gyönyörű csegélsüveg, boltozatos tér, meg volt osztva egy vendégfödémmel, egy utólagos vasbetonfödémmel, és fönt egy nyomott térben az volt a pártiroda, amikor még kórházként működött az épület. Ilyen állapotok fogadtak minket, keresték a romokat az alápincé Zetlen részén, valamicskét találtak is, de ami izgalmas meg érdekes az az, hogy egy kastélyban általában a közbülső falak, nem feltétlenül a külső homlokzati falak, de a közbülső falaknál rendszeresen előjön az, hogy ilyen vastagnak tűnik, de csak két vékony futósoros téglak között van a semmi, a luk. Tudnilik megpróbálták légfűtéssel kifűteni a kastélyt, és ennek elég sok maradványát megtalálták ilyen padló alatti csatornákban, a pinceszintről működtetett kályhákon. Próbálták kifűteni a kastélyt, nem nagy sikerrel, meg kell mondjam őszintén, ezért aztán minden szobába végül is bekerültek kandallók is. És nem olyan kandalló, annak ellenére, hogy kastélyszállóként működött, nem olyan kandallók, amit kívülről lehetett volna tüzelni, hanem bentről a szobákból voltak ezek nyitva. Egyébként ez a nagy ebédlő tere, hát 2,5 méterrel a nagy ebédlő valamikori padló szintjéhez képest leástak, hogy keressék a korabeli, kora reneszánsz palotának a maradványait. Az oranzseri szárnya, ami hát egy egyszerűen gyönyörűséges, hogy ilyen vékony pilincka osztásokkal milyen fantasztikus, szép tereket hoztak létre. Ugye ez az oranzseri belülről. És ez az északi cselédszárny, meg konyhaszárny gyakorlatilag. Ez volt a valamikori konyha. Gyönyörű barokkot idéző nyomott boltivel. És erre szeretném fölhívni figyelmeteket, hogy a poros üveg boltozat, az milyen fantasztikus okosan csinálták az elődeink, hogy itt láthatjátok, hogy vannak ilyen csonka kifalazások, ami azért volt, mert hogy oda beraktak a két acélgerenda közé, beraktak egy fagerendát keresztbe. És ugye ott nem fért el ez a boltozat. De miért kellett ez a fagerenda? Azért, mert alája akkor kiadott egy síkot, bedeszkázták, és oda jött a stukatúrnád vakolat. És akkor persze a holkerekkel, a szélén és egyéb épületdíszekkel, amiből egy picit még látszik. Ilyen tanúfelületeket meghagytak, mert hozzá kell tegyem, hogy az épületben felütött a fejét a környező házigomba, mindenki rémálma. Úgyhogy jelentős mennyiségű fát kellett elpusztítani, ami az épület tartozéka volt valaha. Itt is látszik talán
a poros üveg boltozat, óriási tereket vettek levele, tehát tényleg nagyon okos és nagyon szép szerkezetek, de hát ilyen állapotban volt, amikor odaértünk, ahol hiányzik a parketta, ott azért hiányzik, mert az is fertőzött volt már. Mi csináltunk egy koncepciótervet, tehát azzal indult a tervezésünk, hogy először is megkaptuk 3D beszkennelt pontfelhőállományt. Nem tudom, dolgoztatok-e meg ilyen, ez egy elég nagy combos adatmennyiség. És egyébként az akkori megbízunk, a Forster, az feldolgozta a felmérési terveket, tehát a beszkennelt állományt, 2D-s felmérési terveket kaptunk. És ugye az volt a feladat, hogy ugyanazt tudtuk, hogy nem lesz elég a pénz a teljes épület felújítására, de koncepcióterv szinten ki kellett azt találni, hogy hogy lehet hasznosítani a teljes épületet majd később, ha majd lesz arra pénz. Elvileg a Virág Zsolt szerint magántőke bevonásával arra, hogy a teljes épület felül tudjon. Tehát most a pince szintet mutatom, ő kvázi az elsőtem, ami színes, azt használjuk, azok fel vannak újítva, azok a terek, amik nem színesek, azok nincsenek felújítva, illetve itt a épület közepe része, meg az oranzseri, az nincs is alá pincézve se. A kitalált funkció ugye az volt, hogy a déli szárny az egy kétszintes, mind a két szintjén kiállítótér legyen, és az északi szárnyból később, a második ütemben majd lehessen egy szállodát csinálni, tehát egy kastélyszállót újra. Ennek érdekében egyébként már folyik most is működik két épület vendégszállásként a parkban, amik régen ugye gazdaságépületek voltak, de a kastélyszálló idején is már vendégeket fogadtak, és éppen most folyik három következő épület felújítása, szintén azért, hogy ugye minél több lábon áll egy ilyen intézmény, még legyen az állami vagy magán, ha szállásférőhely van, akkor rendezvényeket is jobban tudnak szervezni. Ennek az épületnek egyébként az volt a baja addig, amíg csak múzeum volt benne, és nem volt ennyire felújítva, mint most, hogy nem volt benne külön terem, de nagy igény volt rá. Tehát a vadászbálokat, a szombatesti lakodalmakat, vagy házassági procedúrákat, ezekre kibérelték a kastélyt. Na most olyankor mindig kipakoltak a múzeumi terekből, mert a múzeumi tárgyak között nem lehet bulizni, és utána meg visszapakoltak. És most egy nagy előnye ennek a felújításnak, hogy ebből ezt a nagy ebédlőt vissza tudtuk állítani, fel tudtuk újítani, és most már ő a rendezvénytér, tehát onnan már nem kell, mert nincsenek múzeumi tárgyak a beépített berendezéseken túl. Tehát ott lehet tartani esküvőket, meg vadászbálakat. A Hubertus teremből lett a recepció és múzeum shop egyben, és ugye ez a világos sárgával jelölt rész, ez a látogatható földszinti múzeumi tér. Nyilván mi együtt dolgoztunk Tóth G. Péter kurátorral, aki egy nagyon pontos forgatókönyvet írt, ez nagyon fontos egyébként nekünk, építészeknek, hogy tudjuk, hogy mi az útvonal, mi a kiállítandó tematika, és azt hogyan tudjuk kiszolgálni. Tehát már az építésztervezés közben tudnunk kellett, hogy milyen világítást akarunk csinálni, mit akarunk megvilágítani, mi a tematika, és ezért nagyon jó volt, hogy már ideje korán bekapcsolódott a tervezésbe Tóth G. Péter. Ugye alaprajzilag itt van az a bizonyos márvány folyosó, van egy biliárdtermünk, ami tele van trófeával és biliárdasztallal. Itt vannak ez a könyvtár, ez a fogadószoba, ahol van a két darab csavartoszlop, ő a dolgozója a gróf úrnak, ő a hálója a gróf úrnak, és itt hátul pedig már a márvány fürdőszobája van a gróf úrnak. Ezen a tematikán végigmenve, itt a cseléd lépcsőn lehet fölmenni az első emeletre, és utána az első emeletre, hogy mindjárt oda jutunk a diákkal, lehet ellentétes irányba visszajönni ebbe a fő lépcsőházba, ami szabadon látogatható, gyakorlatilag ott lehet lejönni a kiállításból. A pince szintenre kerültek az egyéb ilyen kiszolgáló terek, mint WC, gardrób, szabadulószoba, mert az is nagy poén most állítólag.
És ugye a második ütemben természetesen szeretnénk a rendezvénytermet olyan módon kibővíteni, hogy már az oranzsari is be legyen kapcsolva, a kápolnának nagy szerepe van, főleg esküvők alkalmával, és ugye kell egy kiszolgáló zóna, egy high-tech konyha, egy reggeliző a régi konyhából, a gyönyörű boltozatos térből, és irodák a majdani kastélyszálló működtetése céljára. A torony is látogatható, de természetesen a toronyban lévő csigalépcső, ami szintén már, tehát több darabból van, és mindegyik másodlagos felhasználású, egyik se ide készült, de körbe tudták venni egy klasszikus toronnyal. Föl lehet menni saját felelősségre, mert ugye a 12 centinél kicsit nagyobb a luk a korláton. Tehát, hogy azt mindenkinek nem javasolt. Ez félszint, ez nem érdekes. Az emeleten itt még úgy volt, hogy nem is tudjuk a teljes emeletet felújítani, de szerencsére sikerült teljes emeletet belevenni, illetve még ezt a nyitott lodzsateret, és a fehéren maradt terek, azok nincsenek felújítva, tető természetesen igen, alulról az épület szigetelése és utólagos szigetelését megoldottuk, tehát se fölülről, se alulról nem ázik, ez egy jó hír, a külső homlokzatok is rendben vannak, nyilázárok rendben vannak, de ha valaki így bekukucskál az ablakon, akkor azért látja a síthalmokat. Ezen a második ütemű felújításon itt látszik, hogy milyen vendég egységeket képzeltünk el ezekben a terekben. Igyekeztünk megtartani az egy nagy tér koncepciót, tehát hogy nem felszeletelni kisebb terekre, ilyen kapszulaszerű fürdőegységeket berakni ezekbe az apartmanszerű, jó minőségű nagy vendéglátóhelyekre. Tetőtér, tetőfelül nézett néhányra, az ezen csak így átszaladok, mert szerintem ez nem annyira izgalmas. És akkor jön néhány olyan felújítás utáni fotó, ami talán elcsábít majd titeket is oda. Ugye az F most elnézést kérek, fejjel lefelé áll a rajzokhoz képest. Ugye a déli szárny az, amelyik múzeumként szolgál. Itt középen van az a bizonyos rendezvényterem, ami régen a nagyebédlő volt. Az oranzseri szárnya a kápolnával és a kiszolgáló rész, ahol ugye semmi nincs felújítva. Ez a tetőterasz, ez látogatható vált, ez egy picit ilyen zöld, zöldet próbáltunk oda fölvinni, és hát, mint mondtam, a torony is látogatható. Hozzá kell tegyem, hogy a toronyban, a torony tetején van még egy óriási nagy zászlórúd, majd fogunk látni arról talán képet. Felújítás utáni állapot nagyon fontos egyébként, a homlokzat, nem tudom, emlékeztek az eredeti képekre, ilyen, ma úgy mondják a műemlékesek, hogy agyon színezett, mert hogy sárgák voltak a fal tükrök, és fehérek a lizalitok, meg a vakolat díszek. Ez ma nem, hogy nem divat, hanem hogy tilos, tehát hogy nem színezünk agyon, annyira rajzos a homlokzat díszítettsége, hogy olyan gyönyörű árnyék hatások vannak, hogy nem kell több rá, nem kell színekkel még hangsúlyozni azt, hogy mi az architektúrája a homlokzatnak, mert így se unalmas, sőt, így sokkal elegánsabb, nagyvonalúbb, összefogottan. Hozzá kell tegyem, hogy például a homlokzati nyílászárok fantasztikusak. Én pont akkor, amikor folyt a felújítás, akkor életett a tervezés, elkísértem egy barátnőmet Párizsba, és majdnem felsikítottam örömömben, mert pont ugyanolyan ablak spalettákat láttam kívül, mint ezen a kastélyon is. Ugyan most ezek nincsenek, hogy is mondjam, csak kinyitva, hanem az ablakok béletébe vissza lehet hajtogatni, mint egy spalettát, egy fém spaletta. Belül fa spaletta természetesen, ami szintén visszahajtogatható az ablak öblébe, vagy a faltestnek az öblébe. És hát azt ismeritek, amikor így csatlakozik a szárnyésatok? Tehát, hogy van egy a szárny és a egyik szárny a másik szárnya. Tehát, hogy van a szárnyban egy homorú, és van egy domború szárny, és ezek így nyílnak. És fantasztikus. Tehát, hogy ezeket a nagy méretű ablakokat valószínűleg nem is lehetett volna másképp. Egy kis
belső képet is mutatunk, ugye itt van ez a ez a kandall, ez akkor, hogy én beleférek állva, tehát nem kellett lehajtanom a fejemet, hogyha ha bele akartam állni. A márvány folyosó, hát ezt végig meg kellett nagyon óvnunk ezt a burkolatot, és nem vezethettünk alatta nyilván semmit, mert hogy föl se szedtük, ergo nem lehetett sem gépészetet, sem elektromos, sem semmilyen más vezetékezést ott vezetni. A díszudvarra itt ki tudunk kicsit kandikálni, hogy két gyönyörű platánfával. Ez a díszudvar egyébként a kávézónak is egy kiülő terasza. Ez a biliárterem. Ugye most nem lát, csak mondom, hogy vannak olyan mai múzeum technológiai eszközök, amikkel, hogy is mondjam, csak próbáljuk a múzeumi tereket élvezhetővé tenni, tehát hogy ne legyenek porosak, punyattak, hanem a gyerekek is élvezzék. Itt például a projektor egy pár ducot vetít a falra, amelyik itt ugrabugrál az egyik kitömött állatról a másikra, tehát hogy, és egyébként ki lehet próbálni a biliárdot is. Tehát minden hozzáférhető, megérinthető, sőt kifejezetten fontos, hogy interaktív legyen, tehát hogy minden megfogható, kipróbálható, beleülhető, és így tovább. És akkor ez az egyetlen terem, ugye, amiről beszéltem, hogy díszítő festés van rajta, patronát minta, elfogyott az időm, bocsánat, de mindjárt most már csak pörgök. A Károlyi család címerállata, karvaj található ezen, festőrestaurant által gyönyörűen megfestve. A mai installációt, a múzeumi installációt Dégei Ágnesék csinálták, mi a public tereknek csináltuk, de a recepciónak, kávézónak a belső építészetét. A cselédlépcső, amiért óriási küzdelem folyt, hogy ne kelljen a fa burkolatot lecserélnünk nem éghető burkolatra. Ismeritek a történeteket a tűzoltókkal. És hát csak egy ablakvasalat. Hát szóval Párizsban pont ilyet láttam. És a csörlő berendezés, amivel ezt a zászlórudat le lehetett csörlözni. Ha otthon volt a gróf úr, akkor kín volt a zászló, ha nem volt otthon, akkor lecsörlözték bele az orsótérbe, a Csigalépcső orsóterébe. De ez 2,5 órán át tartott. És mivel kónuszos az oszlop, ezért állandóan beázott. És sikítozva és könyörögtünk a nőfősöknek, hogy csak ne kelljen újra csörlőzni. A csörlőszerkezetet felújították, és azt gondolták, hogy majd ott a kirándulók meg kastélylátogatók fognak föl lecsörlőzni. Mondtam, hogy tilos, mert akkor megint be fog ázni. Tehát most mindig kint van a félárbocon. Ez a főlépcsőház a felújított laterna, vagy a újjáépített laterna lámpával, a recepcióból a fogadótér felé, a tetőterasz, és még néhány búcsúkép. Köszönöm szépen!